Úgyhogy én ezt magamnak köszönhetem, azt a rossz irányt, azt a lejtőt, és annak volt egyfajta ilyen megkoronázódása, rossz szóna mindegy. De azt, hogy kimászta, azt is magamnak köszönhetem. A tűzeset, és amikor 30 éves születésnap után pont egy évvel vagy egy héttel volt ez, és akkor ott álltam kisgatyába a toxikológián, mert annyi füstöt lélegeztem, hogy mondtad, hogy hát reggelt vagy megéri, vagy nem. Mert én visszament a házba oltani, meg minden a tűzoltók úgy szedtek össze, azt hitték, hogy nincs más senki, két ilyen nagy maszkos ember jött be, így ütötték szét ott a bútorokat, meg törték ki az ablakot, azt mondja, Józsi Bakker, itt van valaki, mondom, gyertek, segítsetek, és én a kert is laggal ott ültem a sarokba, és locsolgattam, szóval érdekes volt, és akkor ott úgy magamhoz értem, hogy jó, akkor most személyiségváltás és irányváltás, és én azóta kezdem el úgy tudatosabban építeni, mint ezt, nem tudom, ezek szint ösztönösen. De ezt is magadnak köszönheted, tehát ez is, hogy ebbe belement, és hogy ebből kiszedtem. Ez egy csupa sikertől.